Szinte az utolsó előtti pillanatban, december 30-án egyeztek meg a munkavállalók és a munkáltatók a jövőre és a 2020-ra tervezett minimálbéremelés mértékéről. Ha nem sikerült volna megállapodniuk a feleknek, akkor a kormány határozhatta volna meg az emelés mértékét. Az egyesség után Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, a kormány üdvözli a felek között létrejött kompromisszumot. Ezt egy nagyon fontos, nagyon pozitív értéknek tekintjük, amelyik azt mutatja, hogy a szociális partnerek között megvan az az összhang, és megvan az a felelősségérzet, amelyik egy ilyen megállapodás kialakításához szükséges. Szeretnénk azt is üdvözölni a kormány részéről, hogy nem egy évre, hanem két évre vonatkozóan állapodtak meg a felek egymással. Ezt egy nagyon fontos, nagyon előremutató megállapodásnak tekintjük. A megállapodás értelmében 2020. január 1-ével újabb 8,8%-os emelés következik, ami után a minimálbér 161 ezer forintra, a szakmunkások garantált bérminimuma pedig 210.600 forintra emelkedik majd. Ez azt jelenti, hogy idén, aki minimálbért keres, 99.085 forintot vihet haza, a garantált bérminimumért dolgozók pedig 129.675-öt havonta. A Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta alá az erről szóló megállapodást, ők ugyanis legalább 10%-os emelést akartak kiharcolni. Kordás László, a szövetség elnöke ezt azzal indokolta, hogy a minimálbér az emelés után a környező országok közül csak Romániában nem magasabb, mint Magyarországon.